Sziasztok, Skolnikovics Máté vagyok, a Dzsungel megyének a Gória, 11. B-osztály vagyunk. Szóval azért választottuk ezt a megyét, mert nagyon sok lehetőség van mögötte, és a látványvilág az szóval renget, nagyon sok jó ötlet van benne. Hogy kampányoltok? Plakátokkal, kitűzőkkel, most már kész van a pólónk is, és megpróbálunk így nagyon sok szavazót gyűjteni. Van esély rá, hogy bejuttok az első háromba? Hát nagyon reméljük, nagyon sok visszajelzés jött, hogy van rá nagy esélyünk, és reméljük, hogy ez így is lesz. Hogyha bejuttok, milyen lesz például a folyosó kiállítás? Hát mindegy dzsungelben, szóval a hangulata, a feelingje az tiszta dzsungel. Steklács Miklós és a márciusi ifjak. Igen, ha nem lenne egyértelmű a név, hát egy március 15-e, illetve egy ilyen szellemben induló megyét indítottunk. Igazából nagyon gyorsan, mielőtt le kellett adni az induló megyéket, két nap előtte találtuk ki, de a témaválasztás az egyértelmű volt, próbálunk a gimnáziumhoz méltó megyét csinálni. És nem, igen. Az Itáló megyét gondoljuk lehetséges ellenfelünknek, a többi megyéről többet én se tudok, úgyhogy szerintem a harmadik az meglepetés lesz, aki bejut. Tortuga megye és Németh Máté, a megye Góré. Milyen témában indítottok megyét? Ilyen kalózos témában gondoltuk a megyét, mivel, ha jól tudjuk, mostanában nem volt ilyen kalózos megye végül is, és szeretnénk kicsit beújítani. Mikor kezdtétek el tervezni? Hát a tervezés az elég későre sikerült. Múlt hét előtti héten döntöttük, hogy indít az osztály megyét végül is. Nagyon szeretnénk bejutni, és nem tudjuk, a mezőny viszont szerintem nagyon erős az idén. Ugye 8 megye indul, azt hiszem, és bizakodunk. Hogyan kampányoltak? Plakátokkal, kitűzőkkel, a pólót azt már sikerült megterveznünk, ha bejutunk, akkor azonnal fel tudjuk venni. Szerintem nehezebb a sok megye miatt. 8 megye van, tavaly azt hiszem csak 5 indult, így szerintem a szavazók aránya sokkal több volt. Mert sokkal most megosztottabb az egész. Mondj egy nevet először és egy megyét. Mihály Zoltán vagyok az Itáló megyével, 10. D osztály 8 osztályos gimnázium. Elég pontos megnevezés. Na, mondd meg nekem, mióta tervezed ezt? Mióta szeretnél itt lenni, itt állni, és mióta szeretted volna elindítani ezt a megyét? Hát ugye a 6. éve vagyok a gimnáziumban, és ez a 6. évem a Diákdiriben. Úgy gondoltam, eljött az ideje, hogy el is induljak, és úgy érzem, hogy eséllyel tudunk erre pályázni. Nyár óta készülünk már videóval, plakátokkal, pólókkal. Úgy tudom, hogy ti voltatok az elsők, akik a pólót elkészítették. Ez milyen lélektani erő tulajdonképpen, vagy mi ez? Hát abszolút lélektani, és 3 hete ezt csináljuk, szóval hamarabb belelendültünk ebbe, könnyebben tudjuk venni az akadályokat ezáltal. De mondtad is, hogy 6 éve már készülsz erre a dologra tulajdonképpen. Akkor a hagyományokban jól benne vagy, és ismered a megyéket, segítettél is. Milyen volt az eddigi verseny? Hát eddig ugye 6 megyében voltam, ebből 2-vel nyertünk is, egyszer másodikok lettünk. Hát rengeteg fontos dolog van. Úgy gondolom, ennek az egésznek a lényege a jókedv megteremtése, a hagyományok megőrzése, és az, hogy nagyon jó programokat szervezzünk. Az alkotmányról is szóljunk egy pár szót mondjuk. Mi van az, ami esetleg kikerülhetne belőle, vagy mi az, ami tök jó dolog ebben? Hát, ami tetszik, az, hogy egyenragú mindenki, viszont vannak dolgok, amit szerintem hamarabb el lehetne kezdeni. Gondolok én itt a színes plakátokra, pólókra, és lehetne még egy szavazókör, hogy több legyen a versenyző. Ott lesz az Italo az első háromba? Reméljük, és várjuk a szavazatokat. A Kaláka megye, és én vagyok Szijjártó Máté. Milyen témában indítotok? Nos, hát a magyar hagyományokat szeretnénk ezzel a megyével feleveleníteni, valamint vinnénk be egy kis humort is, modernséget is, és próbálnánk, hogy a diáksággal emlékeztetni, hogy végül is csak magyarok vagyunk. És ha bejuttok az első háromba, akkor a folyosóra mit képzeltetek el, mit lehetne oda csinálni? Nos, a folyosót ezt ilyen csárdahangulatra szeretnénk berendezni, ilyen több magyaros motivummal is, díszítéssel, beöltözünk magyaros ruhákba, valamint talán még magyarosabb ételeket is árulnánk. Hogyan kampányoltatok eddig? Hát eddig plakátokkal, valamint a pólóink is nem sokára készen lesznek, és a kitűzőink is persze. Van-e tapasztalatod ebben? Volt? Segítettél már másik megyéknek, vagy ez az első éved így, hogy abszolút egyedül, és elindultál, és hajrá, most megcsinálod? Hát végülis ez az első év, hogy így végülis én mértékben részt vettem volna egy osztályközösség részeként, de szerintem menni fog. Úgy gondolom, igen, legalábbis reménykedünk benne, mindent megteszünk érte.
Legnagyobb konkurencia? Szerintem az Itáló megye az még jó, elég erős lehet, de megpróbálunk nyerni. Dikorsz megye, Varga Károly vezetőnk, beteg, sajnos így én adnám az interjút. Hát megyére röviden annyit, hogy katonai szállamban indul ez a megye. Próbálunk kitérni a nem feltétlenül a katonai fegyelem, hanem igazából a viccesebb és szórakoztatóbb részét próbáljuk előadni ennek a katonaságnak. Ezt majd a képeinken, a videón, esetleg ha tovább ütnánk, is tapasztalhatják, valamint a kortes, az aula és a nagy kortes műsorban is majd észreveheti majd a néző, aki látja, hogyha feltéve, hogyha szavaznak ránk. Szóval várjuk a szavazatokat, úgyhogy egyelőre reménykedünk. Nagyon magam biztos vagy. Bejuttak az első háromba? Természetesen pozitívan kell hozzáállni, így csak ez lehet a válasz, hogy tovább jutunk, úgyhogy reménykedünk ebben. Eddig hogy kampányoltatok? Hát többször összeültünk már hétvégenként kitűzőket vágni, most hétvégén készültek fényképek kisebb-nagyobb szervezkedésekkel, így csapatkovácsoló az az egész munka, mert aki benne van, az tényleg szívvel lélekkel csinálja ezt az egészet, úgyhogy mondhatjuk azt az egészre, hogy igazából csapat szellem kialakult, kialakítója. Egy kocsma hangulatát próbálnánk visszaadni, egy ilyen kis füstös, rekabilis, meg ilyesmi. Szóval lesz hot dog, meg minden, aki szereti, szavazzon ránk. Hát ugye az első körben nyilván csak kitűzővel és plakátokkal próbálunk minél több embert meggyőzni arról, hogy jó lesz, és hogy próbálunk kreativitással meggyőzni mindenkit, hogy szavazzon ránk. Szerintem egy jó témát indítottunk, igazából szerintem engem is sokan ismernek, és látok rá esélyt attól, hogy az osztály nem támogat egy 26 fős csoportot, végül sikerült összehoznom, akik tényleg támogatnak, csinálják a feladatokat, plakátokat, kitűzőket kampányolnak és segítenek. Sok szerencsét, köszönjük! Az egyik legrégebbi hagyománya a fordított nap az iskolának, és amikor beszélgettünk arról, hogy mióta is van, akkor bizony elő kellett vennünk az évkönyveinket. 1974-ben iktattuk be az első diákdirit, maga a fordított nap viszont ennél is idősebb 4 évvel. Hát hogy miért is marad meg tanévről tanévre ez a program, igazából hatalmas a varázsa ennek az egész sorozatnak. Egy nagyon izgalmas, látványos része ez a diák életnek, amely izgalomban tartja mind a tantestületet, mind a diákokat. Igazából a gyerekek egy teljes hatalomátvételt hajtanak végre, ebben az évben majd április 4-én. A diákdirit beiktatjuk, megkapja az iskola kulcsát, a jogosítványokat, és diák tanárok fogják majd az órákat vinni. Itt igazából az életet tanulják meg egy kicsit, nem csak a kampány során, hogy hogyan kell népszerűnek lenni, szavazatokat szerezni, és jó értelemben befolyást szerezni, hanem tényleg bánni azzal a hatalommal, amit megkapnak. Alkalmazkodni kell. Nagyon komoly alkotmánya van az egész napnak, az egész kampánysorozatnak. Ezt minden körülmények között be kell tartaniuk. Ezt is változtatjuk folyamatosan, hiszen a gyerekek, a környezet folyamatosan megújul, ennek is változnia kell. Az egész sorozatnak a csúcspontja március 23-a a kortes. Itt megkapják az iskola bizonyos részeit, folyosó részeit a három megyének az aktivistái, és egész nap azzal foglalkoznak, hogy minél több szavazatot gyűjtsenek be. Itt természetesen mindenre próbálnak hatni, nem csak finom étellel, itallal kínálják a leendő szavazókat, hanem látványos kortes produkcióval próbálják meggyőzni őket, hogy igen, érdemes ránk szavaznatok. Itt egészen extrém ötletek is előfordulnak, ezeket néha kordába kell tartani, ez a válságstábnak a feladata, de hát volt itt, amikor lovon jöttek be, motoron jelentek meg, hordszéken hozták be, kaszkodőr mutatvány volt, hogy csak most néhányat hirtelen említsek, de egy nagyon színes, zenés, táncos produkció a kortás, és ilyenkor nagyon komolyan próbálnak még a választókra hatni a megyék, hogy ránk érdemes szavazatok. Április 4-én, ha minden jól sikerül, megtörténik az első beiktatás az életemben, az én életemben is, akkor fogom a diákdirit a hivatalába behelyezni. Hatalmas megtiszteltetés ez számára. Még nem fogja érezni, de amikor évről évre ide visszahívjuk személyes meghívóval,
bejelentjük az egész közösség előtt. Hát gondolják el a tisztelt tévénézők, hogy 1974 óta az összes diákdelit kiszólítjuk, és tapsal üdvözöljük, elfoglalja a helyét a pulpituson mindenki. És ezek az emberek, ezek a volt diákdelik olyan szívesen jönnek hozzánk, hát már meglett idős emberekről is szó van, a munkahelyről elkéreckednek, szabadságot vesznek ki, van, aki Zala megyéből fog megérkezni, tehát ez hatalmas, hatalmas élmény számukra, és egy olyan emléket kapnak itt az iskolában, ami miatt érdemes visszajönni. Régebben a középiskolák együtt, közel azonos időpontban szervezték a fordított napjaikat, és én is emlékszem rá, hogy például fogadtuk annak idején a közgazdasági küldöttségét. A diákdirik természetesen testőrök és népes küldöttség élén meglátogatták egymás iskoláit, és ő hivatalos találkozón vettek részt. Az utóbbi években ez a hagyomány ez eltűnt, ellaposodott, nem igazán ápolják már. Hát a CIÖK, a Ceglédi Ifjúsági Önkormányzat, ha majd ezzel is foglalkozik, vagy akar foglalkozni, akkor például újra indíthatja ezt a részét is. A tantestület azért támogatja mindig évről évre ezt a programot, mert nem csak mi is részt vettünk ezekben a kortesekben, vagy az egész kampányban, hanem nagyon komoly ismereteket szerezhetnek meg a gyerekek. Ha belegondolunk, itt vagy 5-6 tantárgy komplex módon megjelenik. És nem csak olyanok, amelyeket mi tanítunk itt, tehát a társadalomismeret, etika, hanem olyanok is, amelyekkel nem tudunk foglalkozni, de az életben nagyon komolyan kell ezeket venni, és komolyan szükségük lesz a gyerekeknek. Gondoljunk arra, hogy egyszerre marketing, társadalomismeret, médiaismeret, és ezeket élesben próbálják ki, mi úgy félig komolyan próbálhatják itt ki nálunk, hiszen ha majd végeznek és meg lesz az érettségi, akkor amikor ezekkel a tudományokkal foglalkoznak, akkor bizony nagyon komoly következményekkel fog járni, és ott bizony pénz, élet múlhat ezeken a dolgokon.